Szeretettel üdvözlünk mindenkit a 48. hét hírösszefoglalójának apropójában, és most is változatos híranyaggal szolgálhatunk, ugyanis lesz itt kinek kettő, pereskedés, felvásárlás, kalózkodás, de mindenek előtt rövid hírek. Két szinkron színész is elköpte, hogy a Resident Evil 6-on dolgoztak, és az egyikük egy kínai falusit alakított. Lehet, hogy Kínában fog játszódni az új epizód? Idén az Assassin's Creed testvériség című regény mellett a Battlefield 3 az orosz című kötet is bekerülhet a fa alá. Decemberben ingyen játékok a Steamen, és naponta 10 regisztrált felhasználó megnyeri az általa áhított 10 játékot is a rendszerből. Úgy néz ki, hogy a Reason 2 egy hatalmas, nyílt világú kalózszimulátor lesz. Kiderült, hogy az IO Interactive egyik fele már egy új projekten dolgozik a Hitman Absolution mellett. Továbbá azt is megtudtuk, hogy már 8 millió eladott példánynál jár az EA Battlefield 3-a, de a Call of Duty-t még most sem tudja megközelíteni, úgyhogy most már a komolyabb híreké lesz a főszerep. Úgy hírlik, hogy a Sony elkészíteni a saját Smash Bros-hoz hasonló verekedős játékát olyan nevekkel, mint Kratos, Nathan Drake, Sweet Tooth, vagy például Fat Princess, és a pályákat például a Little Big Planet vagy a Jak and Dexter világa biztosítaná. A Sony tulajdonában álló Super Volt Entertainment véletlenül pedig pont most konzolos verekedős játékokban jártas alkalmazottakat keres következő játékához. Az Impulse Technology beperelte a Nintendo-t az 1996-os szabadalmának megsértéséért. Ugyanis a végtagok mozgását mérő eszközt találtak ki, ami az adatokat vezeték nélkül továbbítja, és azokkal befolyásolni lehet a képernyőn megjelenő eseményeket. A cég már a Microsoftnál is bepróbálkozott egyszer a Kinect-je kapcsán, és mint akkor most is valamilyen kártérítést szeretne kicsikarni magának. Az I Am Alive PC-s verziójának kapcsán tett nyilatkozatát próbálja most szépíteni a játék fejlesztéséért felelős vezető. Félreértés történt, egy kis kommunikációs probléma. Nem a nagyfokú kalózkodás miatt nem lesz PC-s verzió, hanem csak egyszerűen még nem készül a számítógépes konverzió. De dolgoznak rajta, attól függetlenül, hogy problémás a dolog. A Microsoft vásárolgat. Nem kevesebb, mint 100 millió dollárért került a tulajdonába a VideoSurf. Az Xbox Live-ba fogják beépíteni, mivel lehetővé teszi a teges rendszernél sokkal hatékonyabb videókban való keresést, és még az arcfelismerést is támogatja. Plusz hír, hogy az USA-ban pedig ezentúl már Live-on keresztül is elérhetőek lesznek a Bravo, a Comcast, az HBO Go és a Sci-Fi szolgáltatások adásai is. Gabe Newell a napokban megmondta a frankót kalózügyben. A megoldás világos, mint a nap. Jobb szolgáltatást kell nyújtani az internetes kalózkodással szemben. Még régiózárak és DRM-ek bosszantják a játékosokat, és sokszor napokat, heteket kell várniuk egy országban egy játék megjelenésére, akkor mit kell csodálkozni az illegális letöltésen? Tímet mindenkinek, azonnal kapod a DRM-mentes szórakozást rengeteg kedvezmény társaságában. Már szállingoznak az információk a Kinect 2-vel kapcsolatosan. Mégpedig, hogy mennyivel fejlettebb lesz az első verziónál, mivel már felismeri az érzelmeket az arcunkon, valamint a szánkról is tud majd olvasni, és hangszínek között is különbséget tesz majd. Technikailag a javulás a nagyobb felbontással rendelkező CCD érzékelőknek lesz köszönhető, és a nagyobb sávszélességű adattovábbítási formának az USB helyett. A 2013-ban megjelenő Rainbow Six Patriots-szal kapcsolatosan most az olyan levegőbe beszélés mellett, mint az ultra-realisztikusság vagy a történettel kapcsolatos példátlan narratíva, valamivel jelentőség teljesebb információk is napvilágot láttak. Mégpedig, hogy komoly fejlődésen ment át a csapatirányítás, a fontosabb parancsok könnyedén egy gombnyomással kiadhatóak lesznek, és a több játékos mód is jelentőség teljesebb lesz, mint eddig. A csapat munkán és a kommunikáció lesz a hangsúly, melyhez még egy holografikus kijelzőt is kapunk a lobbyban, hogy stratégiailag felkészülhessünk a rajtaütésre. Jövő év márciusában érkezik a Total War Shogun 2 Fall of the Samurai önállóan futhatató kiegészítője. Rengeteg újdonságot ígér a szamurájok alkonyát elmesélő történet. 30 új egység, melyből teljesen 10 új vízi, mint a torpedónaszád és a páncélozott csatahajók, de ígéretesek az új technológiai ágazatok is, mint a vasút kiépítése, de számolhatunk új épületekkel és egy sokkal kiegyensúlyozottabb kampánymóddal is. A Call of Duty Elite startja valljuk be nem igazán ment simán, mégis sikerült szertenni 1 millió prémium előfizetőre az első héten. A jövőben pedig még több újdonság és szervezett összecsapás várható, kiszolgálva a minőségi multira éhes játékosokat. Azonban a PC-s verzióról még mindig nincs hír, ami elég elkeserítő.
Lehet, hogy jobb, ha lemondunk róla. Egy finn fejlesztő stúdió, az Almost Human, egy piszkosul autentikus és retrós Dungeon Crawler készít Legend of Grimrock néven. A hamarosan megjelenő játék beta teszt fázisban van, és már ezerrel megy a kazamaták felkutatása. Egy 4 tagú csapatot irányítunk majd, és az ütközeteket körökre osztott rendszerben vívjuk majd meg, a rengeteg és különböző szörnyetekkel szemben az értékes kincsek reményében. A játékot az érdeklődők a Steamen keressék majd. Indiana Jones a Facebookon fog feltűnni legközelebb az Adventures World című játékban, hála az igencsak sikeres Facebook játékokat termelő Zynga és a LucasArts együttműködésének. Egy teljes értékű játékról van szó, ugyanis ez meséli el az előzményeket rengeteg kalandozással megfűszerezve. Az első fejezet már most elérhető, és folyamatosan érkeznek majd a cselekmény tovább gördítő részek is. Mára köszönjük figyelmeteket, hamarosan újra jövünk, sziasztok!